Én köszöntöm, sok szeretettel átlakít, és örömmel átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel köszöntelek benneteket, és az uraknak meg külön köszönöm, hogy hátha tudnak nekünk a vetítéshez megfelelő fényviszonyokat teremteni, de ha nem, akkor is az idézetek miatt bekapcsoltam volna a könyvet, vagy a laptopot, és most mikrofon túltengés van, de hogy mindenhol jó hallható legyen, ezért megengeditek, ezt tartani fogom. Az előző beszélgetés az nagyszerű volt, és az Arvis úrán keresztül olyan információkat kaphattunk, amik engem legalábbis nagyon inspiráltak, és nem véletlen, hogy ezt a címet választottam, hogy felemelkedés és tudatváltás az ősi magyar világkép szerint, ez a Jótengrit bölcseletben vagyon leírva, de azonban szeretnék egy kicsit nagyobb kitekintésben ezzel a témával foglalkozni, mert eljött az idő hozzá, azt kell mondjam, és szeretnék két jövendőlést felolvasni nektek, ha megengeditek. Mind a kettőt szerintem ismeritek, de azért, ha megengeditek, felolvasnám. Az egyik a Stampai Rinpoche jövendőlése volt, amely azt mondja, hogy önök magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az önök országában, a Pilisben található, ez a spirituális megújhodás már megindult önöknél. Most vajudik a föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt. Tehát itt van egy utalás arra, hogy egy szellemi, lelki és spirituális megújhodás az, ami a magyarság bölcseletéből fog felszínre kerülni, és Pió atya volt a másik, aki a következőt mondta. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hadhatós oltalmát országukra. És itt az a nagy kérdés, hogy amikor ezeket a jövendőléseket hallgatjuk, és az elmúlt évtizedekkel visszatekintünk, hogy milyen sokan próbáltak arról beszélni, hogy mi a magyarságnak a bölcselete, a tudása, hogy a magyarság a magnépe, meg a tudás népe. És ha valaki feltenné a kérdést, hogy mi is ez a tudás, mi ez a bölcselet, mi az a mag, akkor bennem nagyon sokáig ez egy megválaszolatlan kérdés volt, mert nem igazán tudjuk, hogy mi ez a tudás, nincs összeszedve, megvolt, de biztos, hogy nem az elmúlt pár száz évre tevődik és tehető. Ezért a régebbi időkre kell visszanyúlni, és itt jön izgalmas elemként a Jótengrit bölcselet, amelyik az ősi magyar vallást, a bűnvallást tárta elénk, és nem véletlen, hogy a tártospörökben, a boszorkányüldözésekben, az inkvizíciónak a közreműködésével, ahol csak lehet, faragták és írtották ezt a tudást, és azokat a tudókat, tártosokat, akik ennek a képviselői voltak. Féltek ettől a tudástól, és még ma is félnek. Ez az egyik legmagasabb szintű bölcselet, nagyon tiszta, nagyon magas szintű tudást kínál számunkra. Nem véletlen, hogy meg annyi félremagyarázás áldozata lett a régi bölcselet. Át vannak értékelve benne kifejezések, például a gonosz szavunk ugye a gönüszből, a naporcájú gönüz égisten apánk nevéből kapott egy negatív minősítést. És a bűnbeesés sem jelentett vétkezést korábban, hanem a bűn az a régi vallásba való visszaesést jelentette. És egyébként rengeteg olyan tanítás van a Jótengrit bölcseletben, amit ma is használtunk az elmúlt években, évtizedekben, és nem is tudtuk már, hogy mit jelent. Ilyen például a szusz, mint kifejezés, amikor a gyerekek játszanak, birkóznak, vagy mi a gyerekekkel, akkor mondjuk, hogy ki ne nyomd belőlem a szuszt. És hát sokan azt gondolják, hogy ez a levegő. De közben nem. Mert a szusz a kettős lélekhídben az az úgynevezett testlélek, amelyik soha nem hagyja el a fizikai test élete során magát, a fizikai testet. Kettős lélekben a másik lélek az úgynevezett álmodó lélek, az pedig az isz. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon sok ilyen kincse lehet lenni, és például azt sem tudták az emberek, én ha
egészségügyi orvosi előadásokat tartok, mindig meg szoktam kérdezni, hogy hogy hívták a régiek a rákot, a rákos betegséget. Szóval nem tudják. És mindig mondom nekik, hogy de tudják, mert ezt is tudják, mert mindent tudunk, itt van bennünk, csak nem tudjuk, hogy azt jelentette, mert úgy hívták, hogy fene. Miért fontos ez? Nekem orvosként, mert a fene meleg ágya, a megrodgyant lélek, tartották a tudók, ami nagyon erősen utal arra, hogy a lelki-szellemi folyamatok miként irányítják és befolyásolják a fizikai test működését. Na de azért nekünk tovább kell mennünk, mert amikor azt mondtam, hogy nem volt meg így egybe összegyűjtve ez az ősi tudás és bölcselet, amit mi a tudás népe, a mag népe birtokolunk, és vannak belőle foszlányok, én itt néhányat össze is szedtem, mert az Arvis órákban rengeteg ilyen tanítás található. A védákban le vannak írva nagyon fontos összefüggések velünk kapcsolatban. Ázsiai kolostorokban vannak tárgyi és egyéb feljegyzésben foglalt bizonyítékok, amik a magyarság múltjára vonatkozóan megdönthetetlen tényeket tartalmaznak. A tátos barlangok, amik itt ugye szóba kerültek az előző beszélgetésben. És egyet hadd emeljek ki ezek közül, mert hiszen az Arvis órákról lesz szó. A védákban le van írva, hogy melyik két nép őrzi a tudást. A védák talán nem vádolhatók azzal, hogy elfogultak lennének, mert nekünk felszokták ezt róni, hogy ti magyarok elfogultak vagytok magatokkal, és azért olyan pózban tetszelektek, mintha ti valami nagy tudás birtokában lennétek. Nem abban tetszegünk, hanem ez a tudás az ősi bölcseletben valóban meg is van. Na mit mond a védák erre, és ezt Maharishi Mahesh Yogi nagyon sok alkalommal említette, szerte a világon, amikor előadásokat tartott. Két nép van a védák szerint, amelyik őrzi a tudást. Az egyik nép a hun nép. A hunok. Így van leírva. A másik nép, akiknek a neve a védikus feljegyzésekben a hamsák. És azt mondta, hogy ezek vagytok ti magyarok, a hamsák. Hogyha az ember ezt beüti a keresőbe az interneten, akkor kijön, hogy ez a hattyú, a hattyúnak a szimbóluma gyakorlatilag, és az elnevezése. De nekem van egy nagyon kedves barátom, aki 28 évig volt a Maharishi Mahesh Yoginak a személyes tanítványa és munkatársa. Megkértem, nézze meg a védákban, hogy mi ez a hamsa. És ő megtalálta, hogy az ezer szilmú lótusz közepén, ahol ül a guru, minden tudás és bölcselet forrása, ott van egy olyan kiemelt kis terület, aminek a neve a hamsa. És mindig azt mondta Maharishi, hogy nektek magyaroknak így kéne hívni magatokat, mert ez a nép ti vagytok. Úgyhogy valóban itt ez a tudás, és valóban érthető, hogy miért kapunk mi annyi bántást, miért ütnek bennünket annyira, miért mondják sokan, hogy mi idegenek vagyunk, meg hogy mi egy másik bolygóról jöttünk. Mert a magyarság gondolkodása egészen más, és erre majd néhány gondolatban szeretnék mindenféleképpen kitérni. Azt szomorúan látom és hallom, hogy akik a különböző magyarság származási elméletekkel foglalkoznak itt, a hunu, a pártus, a szkíta, a kettős honfoglalási elméletek, ami aztán tudjuk az Arvisúrában, hogy jóval több hazatérés volt, mint kettő, hogy ezeknek mindegyiknek része van a múltunkban. Hogy miért kell ezen képviselőknek egymással viaskodni, hogy kinek meghatározóbb ebben a szerepe, vagy ki az, aki kizárólagos, elsődleges szeretne lenni abban, hogy a magyarság múltjával kapcsolatosan ő egy ilyen kiemelt helyre kerüljön, nem kéne ilyenre törekedni. Mindegyiknek szerepe volt abban, ahol ma tartunk. Mindenki egy nagyon fontos részt, kis mozaikot őriz ebből a tudásból, és az a lényeg, hogy ezeket most összerakjuk. A Jotengrid könyvek talán ebből a szempontból izgalmasak, hiszen ebből a mozaikból ki is raktak egy olyan képet, ami addig ebben a formában nem volt elérhető, és ez a rába közi tudók, tátosok hagyatéka, amit Máté Imre jegyzett le, meghagyták az elődök, hogy csak akkor szabad papírra vetni, ha nagy bajban van a nemzet, és Imre bácsi, aki író és költő is volt egyébként, bölcsészhallgató volt a Budapesti Egyetemen az 56-os forradalom idején és előtt. A legjobb kezekben volt ez a bölcselet, hogy papírra vettessék, és az emberek számára megismerhető legyen. Hogy közkincsé váljon.
mert valóban elérkeztünk egy olyan korba, amikor komoly problémák van, és nagy bajban van a világ, és azt lehet mondani Imre bácsi könyve alapján, hogy ez egy 8-10 ezer éves múltra visszatekintő bölcselet és vallás, amely a tibeti bönnel rokon, tehát a tibeti buddhizmussal rokon gyökereket mutat, és ennél fogva egy nagyon magas szintű tudást képvisel. Nem mondanám azt, hogy vetekszik a buddhista vagy a védikus bölcselettel, vagy akár a Rudolf Steiner-féle tanításokkal, vagy a jézusi tanításokkal, azokkal egy szinten kell említsük. A Jotengrit könyvek eléggé szélesen ágyazzák be az eredeti tanításokat, magyarázatokkal, történelmi kiegészítésekkel, de alapvetően elmondhatjuk, hogy a négy kötet, amit Imre bácsi megírt, az úgy épül fel, hogy a régi úgynevezett szent künvek vagy könyvek, azokból van 7, és van 2 úgynevezett profán könyv vagy künv, ami a régi tudók tanításait foglalja össze, és ezekből áll össze a 4 kötet. Most tervezzük azt, hogy ezt majd egy díszkiadásban csak az említett 9 könyvet kiadjuk, amiben csak szűrten ezek a szövegek fognak majd megjelenni, és én mindig elmondom azt, hogy az ősi magyar vallás az egy szeretett vallás volt. Ahogyan azt már itt a beszélgetés során is említettük, hát már az arvisúrákban le van írva, hogy az egyisten hitű szeretett vallás gyakorlókat hívták egykoron magyaroknak, és én ezt nem tudtam, de nagyon boldog voltam, amikor hallottam Istvántól, hogy a magyarokat nem engedték harcba, ugye? Ezt mondtad, ők nem harcolhattak. A hunok harcolhattak, a magyarok nem harcolhattak. A szeretett népe vagyunk. A Jotengrit, a bűnvallás, az a szeretet vallása, és nem véletlen az egyik alapvető tanítás, amely úgy szól, hogy szeress mindenek fölött, szeretet minden jó eredete. És amikor azt mondom, hogy egyisten hitű vallás, és valakinek eszébe jut, hogy de van egy olyan leírva a könyvben, hogy nem isten istenek, akkor ebben semmilyen ellentmondás nincsen. Csupán a szellemkvantum elmélet, amit nagyon szépen fejt ki a könyv, mutatkozik meg ebben a gondolatban. Azért mondhatjuk, hogy egyisten hitű szeretett vallás, mert a teremtés kódjából egyértelműen adódik, ami úgy szól, hogy egy, egyből kettő, kettő meg egy. Minden az egyből születik. És hát akkor mi azt a pillanatot vegyük kiindulási alapnak, amikor még az időkerekének lódítatása előtt, az első moccanás előtt vagyunk, mert az még az egy állapota volt, hímséget altató nőstény őssost formájában. Ahogy mondja a bölcselet, mert a női minőség az elsődleges, az ősi magyar bölcselet szerint. 7 fő könyve van a Jotengritnek, ahogyan említettem. A Birugur az első könyv, ami a hittételeket tartalmazza, a Tengrit, ami a teremtésmondák könyve, az Iga vagy Jog, ami a kényszer, fegyelem, tiltások és ajánlások gyűjteménye. És van egy nagyon fontos könyv, az Aja, ami a szeretet, szerelem, szeretkezés könyve. Szeretem elmondani ezt a gyerekkori élményemet az előadásokon, hogy amikor én kis gyerek voltam, és láttam, hogy a felnőtt asszonyok hogyan gügyögnek kisbabákkal, és simogatják az arcukat, és mondogatják nekik, hogy Aja, Aja, akkor én ezt nem értettem, hogy bármit is jelentene, van ennek valami értelme, vagy csak gügyögnek a gyerekekkel, és akkor elém kerül a Jotengrit, amelyik ennek egy egész könyvet szentel, a szeretet, szerelem, szeretkezés könyve, az egyik legfontosabb könyv és tanítás a bölcseletben, és nagy szeretettel ajánlom a tanulmányozását, mert ebben nagyon sok olyan dolog letisztul, amit egyébként az általános gondolkodás másként értelmez. Az Ármán, ami a rontóerő, egy nagyon fontos könyv, megismerni ennek a miben létét, ennek a kialakulását, hogy hogyan akadályozza, nehezíti a férfi és női egyensúlynak a kialakulását, és az ikerőrvénylésnek a megfelelő felemelkedését és hatását. Fontos megismerni, tudnunk kell, hogy ennek hol a helye és hol a szerepe az életünkben, és hogyan kell gyalulkodnunk, csiszolódnunk, hogy ettől lehetőleg megszabaduljunk. A küszöb könyv nagyon fontos, hiszen küszöbként tekint a bölcselet arra a két pontra, ami születés és halál, a
két kapu, amikor a látható, fogható világba lépünk és elhagyjuk azt. Nagyon érdekes mikor a gondolkodási rendszeréről szólok, akkor ki fogunk arra térni, hogy miért más a Jotengridben az értelmezése ezeknek a folyamatoknak, mint a születés és a halál. Mert mi a hétköznapi gondolkodásban korábban az életet és a halált tettük szembe egymással. De azt mondja a bölcselet, hogy az élet, a létezés folyamatos és örök, csak a kapun átlépve vannak változó időszakok. Halál-e a hernyónak bába szövődése? Teszi fel a kérdést. És a testet töltött állapotunk, mint fizikai testben tett élet, és a test nélküli létezésünk, az tulajdonképpen ugyanazon isteni lényünknek a létezése. Ezt a folyamatot gyönyörűen írja le a könyv, azt mondja, hogy istenségünk áruhás útjáról visszatérés Isten létünk ragyogó mesztelenségébe. Tehát a fizikai testünkben való életünkről azt mondja, hogy istenségünk áruhás útjáról visszatérünk Isten létünk ragyogó mesztelenségébe, a test nélküli, a fizikai test nélküli állapotba. Na ez a küszöb, a születés és a halál két kapuja, amiről ez a könyv szól, és az ehhez kapcsolódó tudásról. Amikor a beszélgetés során azt mondtam, hogy a női minőség meghatározó, és a nőket a helyükre kell segíteni, mert a világ ma azért olyan, mert a női minőség nincs a helyén, akkor itt jegyezzük meg, hogy a küszöbnél a régi rendszerint mindig csak nők voltak, a bábák. És a Jotengrit leírja néhány gondolatban a bábasságnak az alapjait, a fehér, a fekete és a zöld bábaságról ír, leírja, hogy kik voltak a boszorkányok. És tudjuk, hogy a legmagasabb szintű, legnagyobb tudással rendelkező fehér bábák lettek csak boszorkányok. Az egy óriási nagy megtiszteltetés volt, ha valaki boszorkány lehetett, és ezek is hogy jelennek meg a meséinkben, egyértelmű negatív erőként vannak feltüntetve. És a vasorú, ugye a vasorú bába, a vasorú az gyakorlatilag azokat a szobrokat jelentette, lehetőleg emelvényen, dombon állított szobrokat, amikkel az ősök és az istenek előtt tisztelektek. Ez az ünnepek és a lélekápolás könyve, ez a hetedik könyv. Mit is jelent a Jotengrid bölcselet? Tenger végtelen ősszellemet jelent, az első végtelenséget jelenti gyakorlatilag, és az ősi magyar vallás világképet, ennek a rendjébe foglalt világképét tárja elénk. És Imre bácsi ezt mindig kiterjesztette, hogy ez nem csak a magyarságnak volt a tudása, hanem ez egy ős-európai szellemiség volt, ez egy ős-európai kultúrának a letéteménye volt, ami a magyarság vallásának a középpontjában volt, és ami az alapját adta. És én azt mondtam a beszélgetés során, hogy egy szóba megpróbálnám megfogalmazni, hogy mi ennek a lényege, mert egyébként én egyszer hallottam egy olyan megjegyzést valakitől, nem tudom ki volt, hogy ha röviden nem tudsz beszélni a mondandódról, hosszan be se kezdje. Na ezért próbáltam mindig megfogalmazni, hogy az egy szóban mit lehetne mondani, és a Jotengrid bölcselet a bűnvallásnak az egy szóban való összefoglalása számomra az, hogy mellérendelés. Mellérendelés, amit mindjárt ki fogok fejteni, mert ebből az egy szóból mindent le tudunk vezetni. Az ősi magyar bölcselet nem alá fölé rendelő, hanem egy mellérendelő világkép, és ezért ugyanazokat a dolgokat egészen másként látja és értelmezi, és nem jó és rossz harca hajtja a világot a mellérendelésben, hanem hímség és nősténység ikerörvénylése. Ikerörvénylés. Az erők, az energiák nem egymás ellen feszülnek, nem gyengítik és kihajtják egymást, hanem segítik és támogatják egymást. A mi jelen életünkben is, hogyha a női-férfi kapcsolat egy állandó acsarkodás és háborúskodás, akkor mondjam el, hogy nincs benne sok öröm. És előbb-utóbb zátonyra fog futni. De hogyha egymással csiszolódunk és gyalulkodunk, és minden férfi megtalálja a párjában az ő királynőjét, akkor megvalósul az, ami az ikerörvénylés szerint lehetőséget terem nőnek és férfinak, hogy egy egészen más életminőségbe emelkedjenek. Tehát az ikerörvénylés az egy nagyon fontos elem lenne. Most én nyomtam egyet a gépen, mert van erről egy gyönyörű ábránk, de sajnos mivel nincs vetítő, nem tudom megmutatni. És hát az egyik alapvető felismerése a bölcseletnek, hogy az ember nem ura, hanem része a természetnek. Nézzünk körül. Nekünk nem az a dolgunk, hogy leigázzuk a természetet.
senkik se vagyunk ehhez, hangyák vagyunk hozzá. Amikor látunk egy cunamit, hogy ilyen elképesztő méretű tankhajókat kihoz a hullám, lerak valahol a szárazföld közepén, és idők végezetéig ott marad, mert ember nem tudja onnan azt elvinni. Lehet, hogy majd évtizedek alatt elbontják, de a természet erőihez nem fogható az ember, ezért tisztelettel kell, hogy az ember a természet felé forduljon, és azt mondja a bölcselet, hogy minden jó, ami természetes. És nézzük meg a mindennapjainkat, azokat a betegségeket, amiket úgymond a civilizált nemzetek polgárai elszenvednek, ezeknek az egyik alapvető problematikája, hogy el vagyunk távolodva a természettől. Vissza kell oda mennünk, a természet részévé kell váljunk, mert magunk is természeti lények vagyunk. Természeti és szellemi lények vagyunk egyszerre. A világkép tehát mellérendelő, ez egy valódi dualizmus, és mindjárt fogok arról szólni, hogy a kettősség világának, amiben mi emberek jelen testünkben élünk, a kettősség világának nem egyszerű szinonimája, hogy polaritás van, meg dualitás van. A kettő nem ugyanaz. Pedig ezt nagyon sokszor így használják, gondolom azért, hogy ne legyen szó ismétlés. Nem ugyanaz, és ennek energetikai vonatkozásai vannak. Azonban röviden hadd foglaljam össze a Jotangrit bölcseletnek az alaptételét. Mindjárt ugye az első a szeretet, amiről megemlékeztem. Egyenlőség. Szabadság. Jó szomszédság törvénye, amely úgy szól, hogy minden ember korlátlan szabadsága addig terjed, amíg nem sérti más korlátlan szabadságát. Becsület. Nem a szisztéva mérvadó, amelybe az életünket rendezzük, hanem a lélek tisztasága. Ha lelkiismeretünk tiszta, becsületünk hibátlan, akkor minden rendben van, mondja Máté Imre a könyvben. Az igazságosság, a testvériség és a bölcsesség. És elmondtam a beszélgetésben, hogy azok a tanítások, amelyek nagyon bonyolultan próbálnak valami témát kifejteni, azokkal mindig fogjunk gyanút. Azok a tanítások, amelyek rövidek, egyszerűek, tiszták és érthetők, azokra figyeljünk oda. És a Jotangrit bölcselet lényegét a három nátszálas példa emeli ki, amit egyébként már a beszélgetésben elmondtam. A tátos megáll három nátszálon. A szeretet, az igazságosság és a bölcsesség három pillére. És ez csak azért fontos, mert rajtunk múlik, hogy mikor emelkedünk abba a minőségbe, a mindennapi életünket értve ez alatt, hogy egy cselekedetünk során sem billenünk meg ezen a három pilléren. Szeretetben, igazságban és bölcsességben szól. Nagyon messze vagyunk úgy általában ettől, és én azt mondom egy buddhista tanító barátomtól véve kölcsön ezt a bölcs meglátást, hogy nem elég tiszta vizet önteni a pohárba, hanem a poharat is el kell mosni. Ez most az a pillanat. Mert még a pohár is nagyon piszkos. Úgyhogy az alapoktól kell építkezni, ami nagyon jó hír, hogy az emberek keresésben vannak. Érzik, hogy valami nagyon nem jó a világban, keresésben vannak, és rajtunk múlik, hogy azzal a szépséggel tudunk-e hozzájuk szólni, ami a lelkük mélyén felébreszti bennük ezt a tudást, mert ezt senkinek nem kell tanulni. Ez egy óriási dolog. Nem tudom, ki olvasta a könyvet közületek? Szabad kérdeznem a Jotangritet? Na, nagyon jó. Aki fogjátok olvasni, azt fogjátok érezni, hogy hát ez az enyém. Én e szerint élek, egyetértek vele, itt él bennem. Belénk van égve, belénk van sülve, a gondolkodásunkat alapvetően hagyja át, és csak az kell, hogy felébredjen bennünk. Közel 1000 évig csipherózsika álmot aludt a bölcselet, de ezáltal tiszta is maradhatott. És most itt van Máté Imrének köszönhetően, aki a 49. bácsája volt a kormoránrendnek, vagy károkatonarendnek, akik szintén kényszerűségből, az üldöztetések miatt belső emigrációba vonultak, és így az életük kockáztatásával is, de megőrizték nekünk a tant. Imre bácsi volt a 49. bácsa. Csak a 7-7 ösvény kapcsán utalnék erre a számra, hogy az nem véletlen, hogy a 49. írta le. Azonban innen egy új korszak indult, hiszen ami eddig titkos volt, nyilvánossá vált, közkincs mindegyikünké, tiétek és mindenkié. Csak e szerint próbáljunk megélni. Ahogy mondja a bölcselet, gyalulkodni és csiszolódni kell a mindennapokban. És elhangzott szintén itt a beszélgetésben, nagyon fontos, hogy ennek az a jelentősége, hogy belül
emelkedjünk, hogy minden nap egy kicsit többek legyünk, minden nap egy kicsit jobbá váljunk, hogy a saját tengelyünkbe kerülhessünk, hogy végigjárjuk lelkünk 49 lépcsőfokát és Istennél tisztuljunk szellemünkben. Ahogy mondja a bölcselet, aki elér oda, belátások fényes határkövéhez érkezik. Gyönyörűen szól a bölcselet, mindenkinek megérinti a lelkét, de főleg a hölgyeknek. Egy-két idézetet szeretnék csak felolvasni. A szeretetről, ugye mondtam ezeket az alaptételeket. Főleg pedig és mindenek előtt szeres, szeretet minden jó eredete. Boldogok, kik szeretnek, mert ők egyek Isten színe javával. A megromlott ember nem szeret csak, önmagát sem szereti. Légy óvatos ennek okáért a lapos igényű emberrel, mert aki önmagát nem szereti, másokat sem szeret. A szabadság. Mindent szabad, amit nem árt másnak. Senki sem úr más testén, más lelkén, más érzésén, és más életén sem úr. Testvériségről. Ne árts, ne bánts, istápolj, segíts. Boldogok az irgalmas szívűek, mert Istenre lennek önmagukban. Boldogok, akik gyámolatlan gyámolítanak, mert őségünk ölüje szegődik őrükül. Boldogok, akik szabadságért, igazságért kockáztatják életüket, mert haláluk Istennél születés lent. Nő meg férfi egy-két fele. Együtt alkotnak egészet. Még szaguk is egyé boronálódik, egyikük sem alább való, egyikük sem fölép való. Az egyenlőségről. Nincsen följebb való nem, nincsen alább való nem. Egyik az ég nőstény felének megtestesülése, másik az ég hím felének megtestesülése. A nő nem birtoktárgy. A feleség sem az. Nem férjé, nem családé, nem közé. A nő saját testének Isten asszonya. Nincsen szolganép meg úrnép, csak rablók vannak és rablottak. Csak nyúzók vannak meg nyúzottak. Csak megfélemlítők és megfélemlítettek. Jó közben senki sincsen fölül, jó közben senki sincsen alul. Kiki méltó helyén van tudása szerint, kiki helyén van bátorsága szerint, kiki gazdagabb vagy szegényebb, szorgalma meg szerencséje szerint. Aki fölül van tipor, tipor akkor is, ha nem akar, mert fölül járás, alul lapulás. Jó közben a méltóbb nem fölül van, hanem előbbre. Előjáró első ember, így mondják. Nem alja meg föle van a böcsületes népnek, eleje van meg hátulja. A bölcsességről. Boldogok a bölcsesség szomjazói, mert hasuk mélyétől szívük közepéig megteszik a nagy utat és egek fényében fürödnek. Egy kicsit álljunk meg ennél a gondolatnál. Hasuk mélyétől szívük közepéig megtenni a nagy utat. Rövid az út, mégis hosszú, mondja a bölcselet. Mit jelent, hogy hasunk mélyétől el kell jutni a szívünk közepéig? Azt jelenti, hogy egy ösztönlényszerű állapotból egy szerető, Isten tudatú lényé nem esedjünk. Szabad akaratból. Mindannyiunknak ez az útja, mindannyian ezért vagyunk itt. Ezt az utat kell bejárnunk, kinek-kinek a maga útján és nehézségeink keresztül. Szerető, Isten tudatú lényé kell nem esedni. Ez az, amit az előbb idéztem, hogy végig kell járnunk lelkünk 49 lépcsőfokát, hogy belátások fényes határkövéhez érkezzünk, és Istennél tisztuljunk szellemünkben. Ha nem a három nátszál szerint élünk, ha a szeretet, az igazság és a bölcsesség nincs jelen a cselekedeteinkben, akkor a közelében nem vagyunk ennek. Ha nem így élünk, nem vagyunk méltók ehhez a bölcselethez. És akkor nem fogjuk tudni beteljesíteni azt a feladatot sem, amit meghagytak nekünk, hogy össze kell fogni, itt és most. Évszázadok óta képtelenek vagyunk erre, mert mindenki úgy gondolja, hogy az ő valósága az valóságosabb, mint a másiké. Az ő igazsága az erősebb, mint a másiké. Pedig csak egyet kéne belátni, hogy közös eszme mentén, mert ez az igazi összefogás alapja, összefonva az erőket mellérendelésben, sokkal erősebbek vagyunk, mint külön-külön. Ha széthúzás van, soha nem lesz ebből egység, és soha nem fogja tudni magyarság sem ezt a küldetését beteljesíteni. A becsület.
nem a szisztéma mérvadó, amelybe életünket rendezzük, hanem a lélek tisztasága. Magas erkölcsi színvonalon lehetünk, ha a lelkünk tiszta, szívünk igaz, böcsületünk hibátlan. Az igazságosság. Boldogok, akik szabadságért, igazságért kockáztatják életüket, mert haláluk Istenné születés lent. És ígértem, hogy a kettőség világáról beszélnék, mert itt most mi abban élünk, és az emberiség jelen tudatminőség az az aláfölé rendelő hierarchiába rendezett. Ezt úgy is mondhatnánk, ez a polaritás vagy a vagy-vagy világa, amikor is, igenis, a kettőség elemei szemben állnak egymással. A mi tudatunk is jelen pillanatban mindent úgy értelmez, hogy ellentét párokban látunk mindent. A kicsi, a nagy, a szép, a csúnya, a hideg, a meleg, a jó és a rossz, nő és a férfi, ellentét párok. Tényleg? De úgy értelmezzük, a nemek harca egymással. Jótengrit bölcselet erről nem így emlékszik meg. Nő meg férfi egy-két fele. Együtt alkotnak egészet. Csak együtt tudnak egy emberré válni, és a magyar nyelvben ott van a mellérendelés, ott van a tudás, ott van az egység, ott van az, hogy hogyan nevezzük azt, amikor elveszíti valaki az egyik szemét, vagy az egyik lábát, karját, hogy félkarú, féllábú, elvesztett a félvesét, kivették a félvesét. A magyar a páros szerveket egyként tekinti. És az ember az nem nő vagy férfi, hanem a nő és férfi együtt. Nagyon fontos tehát, hogy ebbe a tudatminőségben értelmezzük a dolgokat, mert az aláfölé rendelő vagy-vagy világban harc van, ezek szemben állnak egymással. Harcolunk egymással. A mellérendelésben viszont kiegészítő erők és nem szemben álló erők, amelyek egymást erősítik. Ez a dualitás az is-is világa. Nem akarom a másikat eltaposni az én előmenetelemért. És ez minden egyes cselekedetünkben meg kell, hogy nyilvánuljon. Ezért kell alaszolni lelkünk 49 lépcsőfokán, hogy ezt megtehessük. Miért érdekes számunkra ez? Mert a magyar nyelv az ékes bizonyítéka ennek a bölcseletnek, hiszen a magyar nyelv egy mellérendelő szerkezetű nyelv. Egy gyökalapú ragasztó nyelv. Gyökökből csodálatos szóbokrokat épít. A cucorfogarasi rendszert, aki ismeri, elképesztő csodákat élhet meg. Hogy a magyar nyelvnek milyen rendszere van. A magyar nyelv és a gondolkodás mellérendszerű, ezért mellérendelő szerkezetű, ezért szeretném nektek mondani, hogy amikor ti beszéltek és gondolkodtok, ti mindig mellérendelésben vagytok. Csak a világ, amit élnünk kell, abban már kényszerűségből aláfölé rendelés van, és ez nekünk ezért egy óriási nagy ütközés. Nekünk ez egy törés. Nekünk, mert belénk alapvetően más van kódolva. A mellérendelés egy nagyon izgalmas kérdés, amit például ez a védikus tanító, tudó barátom elmesélt nekem, illetve egy beszélgetésünk során szóba került. Azt mondta, hogy ti magyarok teljesen máshogy gondolkodtok. És ő úgy fogalmazta meg, hogy ti a nagyból mentek a kicsibe. Azt mondja, nézd meg, hogy ti először írjátok az évszámnál az évet, aztán a hónapot és a napot. Amikor a neveteket írjátok, akkor ti nem a keresztnevet írjátok előre, hanem a családnevet, a vezetéknevet, és aztán a keresztnevet. Ti a nagyból mentek a kicsibe, ezért mi képesek vagyunk egységbe és szintézisbe látni a világot. Aki a kicsivel kezdi, az mindjárt ott elveszik a részletekben. A magyar gondolkodás és a magyar bölcselet más. És pont a mellérendelésnél fogva tiszteletben tartja a nőt. Az eredendő minőség a női minőség. És ezt nekünk kötelességünk képviselni, kötelességünk férfiaknak is fejlődni, és a hölgyeket is abban segíteni, hogy ezt a méltó szerepüket betölthessék. Boldog asszony a nőkben hagyta az őssejtést. Le van írva a Jótengrit bölcseletbe. Az őssejtelem a nőben van, ami azt jelenti, hogy minden hölgy, ti is, akik itt vagytok, meg akik nincsenek, a legtisztább, legnemesebb női erővel, minősége vagytok folyamatos összeköttetésben. Ezért mondja azt a bölcselet, hogy
a férfi, aki még nem érintett asszony szemét, az istenség mércével mérve gyerek. De onnantól, hogy nőjével együtt volt, a nőjén keresztül élvezi az Isten asszony oltalmát. Ennyit jelent a női-férfi kapcsolat, ennyit jelent az, hogyha mellé rendelésben vagyunk és segítjük egymást, és tisztában vagyunk a renddel. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert akkor azt mondjuk, hogy nem a szisztéma mérvadó, amelyben az életünket rendezzük, hanem a lélek tisztasága, akkor ez azt jelenti, hogy ezer út lehet, mindegyikünk másként élheti az életét, tisztán, de másként, más feladatokon keresztül, de mindenkire ugyanaz az egy rend vonatkozik, egyetemes rend van a világban. Olyan nincs, hogy itt más rend van, mint mondjuk a Kisalföldön, vagy Ázsiában. Ugyanazok a törvényszerűségek vonatkoznak az emberre, és vagy abba simul az életünk, vagy nem. Hogyha megismerjük a bölcseletet és törekszünk rá, akkor egyre inkább a természet rendje szerint fogunk élni, és az isteni rendhez fogunk tudni igazodni. A felemelkedésnek az egyik kulcsa, ennek a gyalúkodásnak, a csiszolódásnak az, hogy le tudjuk tenni az ítélkezést. Ez egy külön előadás lehetne. A polaritásban, amiről beszéltem, ebben a vagy-vagy világban, amikor harcolunk egymással, akkor a magunk igazáért ölni vagyunk képesek. És aki nem olyan, mint mi, aki nem úgy gondolkodik, mint mi, azokat meg tudnánk folytani olykor egy kanárvízbe. Míg a jézusi tanítások között is ott van a ne ítél. Beleszületünk az ítélkezésbe, alapvető automatizmusként él bennünk, és hogyha szeretnénk a mellérendelésbe lépni, akkor ezt kell a belső útunkon, a belső fejlődésünk során félretenni. Az ítélkezéssel visszaesünk a polaritásba, megosztjuk a tudatot és az egységtől elvágjuk magunkat. Nem tudjuk azt a feltétel nélküli szeretetet képviselni, amit egyébként Jézus tanított, amit az ősi magyar bölcselet is képvisel. Beszélhetünk róla, mondhatjuk, hogy mellérendelés, vagy azt éljük, vagy csak beszélünk róla. És aki nem éli, az nem hitelesen képviseli ezeket a tanításokat. Minden egyes élethelyzetben ennek jelen kell lenni. Hogy bánunk egymással, hogy bánunk a párunkkal, hogy bánunk a gyerekekkel, a szüleinkkel, a másik emberrel. Aki indulatos, és csak sodorja az indulat magával, tudhatja, hogy nem ura a cselekedetének. Ő polaritásban van. Minden indulat, harag, gyűlölet, és minden ilyenfajta konfliktus veszekedés ebben gyökerezik. A belső út pedig azt jelenti, hogy az ítélkezés lettételén keresztül kell fölemelkednünk a mellérendelésbe. Az élet minden területen. Ha ezt sikerül megteremtenünk, akkor rendet és egyensúlyt tudunk varázsolni a világba, mert elfogadással leszünk a másik felé. Nem megy parancsóra, az sem megy, hogy szeress. Az sem megy, hogy elengedés. Az sem megy, hogy megbocsátok. Néha hallom, hogy vannak olyan tanfolyamok, hogy megtanítanak elengedni. Nem is értem. Pénteken még nem tudtam, ma vasárnap délután már tudok elengedni. Ez nem így van. Ez egy csiszolódás, egy belső alkímia, egy belső átváltozás, ahová út vezet, amin dolgozni kell a mindennapokban. És miért fontos ez számunkra? Azért, mert bennünk azt is negatív minősítéssel erősítették, hogy mi magyarok vagyunk, hogy nekünk a szőnyeg alatt kell közlekedni a világba. Hát ébredjünk már fel. Kevés népnek van ilyen dicső múltja. És nekünk erre büszkének kell lenni. Meg kell ismernünk ezeket. Meg kell ismerni az igazságot. Például, mert a Jotengrid könyvekben le van írva, mert ebből a szempontból az arvisúrák csodálatos képet tárnak elénk. De például a Jotengrid 1-es kötetben le van írva az augsburgi csata, a lechmezei csata néven, amelyikből pontosan megtudhatjuk, hogy milyen belső árvás vezetett annak a csatának az elvesztéséhez. Ajánlom, hogy olvassátok el, most nem szeretném ezzel az időt húzni, mert a történelemkönyvekben nem úgy tanuljuk, mint ahogy meg annyi egyéb dolgot sem. Ha rendbe és egyensúlyba tudunk kerülni, hogyha ebbe a tudatminőségbe tudunk emelkedni, hogyha képesek vagyunk a polaritásból a dualitásba jutni, akkor a magyar identitás is a helyére kerül. Mert a mellérendelő gondolkodás és beszéd mellé
oda fog érni a mellé rendelő cselekedet. Amikor nem teszek olyat, amivel a legkevésbé is a másik embernek valami kárt okozom. Ez az emelkedett tudatminőség lehetővé teszi az ikerörvénylés kialakulását és jelenlétét a mindennapjainkban, és emelkedett tudatminőségű értékes életet fog adni számunkra. Nem azt az ösztönlétszerűt, ahonnan indulunk hasunk mélyétől, hanem közeledünk a szívünk közepéhez. Szerető Isten tudatú lényekkel válni. Ez lehetővé tenni azt, hogy összetudjunk fogni akkor is, ha valaki a Jotengritet jobban szereti, vagy az Arvis úrákat jobban szereti, vagy ő a hunokhoz vonzódik, vagy a pártusokkal, vagy a szkítákkal érez rokonságot, vagy lelki közelséget. Tudjunk már összefogni, hogy ez mindegy. Mindegy közös nevezőre, vagy mindegy közös ernyő alá vonható, és csak ebben a tudatminőségben van lehetőség arra, hogy valódi szeretett közösséget építsünk. Amikor azt mondtam, hogy a bűnvallás, a Jotengritben foglalt bölcset, az tulajdonképpen egy szeretett vallás volt, akkor hozzá kell tennem azt, hogy a bölcselet nagyon tisztán tál elénk bizonyos fontos összefüggéseket. Minden ember ugyanazt szeretné, és ugyanarra vágyik. Minden ember azt szeretné, hogy őt szeressék, és hogy ő is szerethessen. A világ ilyen egyszerű. Ha nem, akkor ott elcsúszás van. Ezek az alapvető motivációk a legerősebbek bennünk, ezért fontos, hogy a szeretett vallásnak megismerjük a csínyebbinját, és nem csak elméletben mutatja meg számunkra az utat, hanem gyakorlati megvalósításhoz is az élet valamennyi területén programot ad, mintát ad. Hogy én az egyén életemben hogyan tudok fejlődni, gyalulkodni és csiszolódni, a párkapcsolatom hogyan tud építő lenni, ez hogyan fogja beragyogni a családot. És a társadalomban a rend és a tisztaság feltétel, hogy a családban is ugyanez a rend és tisztaság meglegyen, mert onnan hozzuk. Ezért csak innen alulról lehet építkezni, akiben ez nincs benne, aki még nem tart itt, annak hiába mondják felülről, nem fogja tudni megcsinálni. És a női minőség helyére segítése. Ahol a nőket kizárják a döntésből, cselekvésből, mondja a bölcselet, a köz megfosztatik a cselekvések felétől, az értelem kétharmadától és a sejtések háromnegyedétől. Nem emancipációs harcárán kell a hölgyeknek a helyükre kerülni, hanem bölcs belátásból. Hogy az a méltatlan, hogy nincsenek ott. Hogy ne csak a férfi gondolkodás mentén dőljenek el a világ dolgai és a társadalom dolgai, hanem legyen ott a nő, aki be tudja hozni a finomságát, az érzékenységét, aki el tudja csitítani a férfit, mert velünk el tud szaladni a ló. De ha ott van egy hölgy, akkor ő bárkit jámborrá tud tenni. A nő a kezdet, a nő az első Isten, az őserő, az ige teremtője és továbbadója. Egy-két rövid idézet. Az asszony teste szent, mert benne folytatódik, mert benne ismétlődik folyton folyvást a teremtés. Teremtés műhelye az ő teste, ezért mindig a különb anyagra, mindig a különb szellemre vágyik. Azt áhítja kiki saját magassága, kiki saját mélysége szerint. Amilyen asszonya, olyan családja. A nő tart alacsonyan, vagy magasan. A nő válogat, a nőstény. Akit beenged, beengedtetik, akit kizár, kizáratik. És egy utolsó, nagyon szép idézet a könyvből. A női férfi együttlétre, a valódi ikerörvénylésre, a dualitásra, női férfi harmóniát a következőképpen írja le. Nőstény erény. Nőstény gyöngétség, nőstény béketűrés, nőstény bátorság, virágszépség, üres kancsó asztalra tétele, kotlós gondoskodása, mosoly szép szavakért. Hímerény. Hím gyöngétség, hím béketűrés, hím bátorság, dongó szorgalma virágkelyhében, üres kancsó megtöltése az asztalon, kakas ébessége, szép szavak mosolyért. Azt hiszem, hogy nem nagyon kell hozzáfűznöm semmit. Remélem mindenkinek elért a lelkemére. És végül is azt kell mondjam, hogy összefoglalva próbáltam bemutatni egy kicsit a bölcseletet, hogy eljött az idő, hogy összefogjunk.
ez egy olyan pillanat most a világban, meg annyi fenyegetettséggel, lássuk ezt a migráns kérdést, hogy itt több milliárd ember áradott a fenyegeti ezt a kontinenst. És az egy nagyon komoly szellemi visszaeséshez fog vezetni, hogyha ez meg fog történni. És mi hogyan fogjuk tudni ez a kis maroknyi nép ezt a tudást, mondjuk így, hogy elterjeszteni, képviselni, hogyha még nagyobb kisebbségben leszünk. Úgyhogy fel kell ébredni, össze kell fogni, és felszínre kell hozni ezt a tudást, amihez az eleink, az ősök mindent megtettek, és ha méltók akarunk lenni hozzájuk, akkor nem halogathatjuk ezt tovább, mert ez végzetes következményekhez vezethet. A valódi összefogás az pedig csak a közös eszmék mentén jöhet létre. És ami egy nagyon fontos dolog, hogy végre arra is rá kell ébredjünk, hogy mi a saját erőnkre kell, hogy támaszkodjunk, mert megvan bennünk az erő. És a magyarságnak az igazán nagy katasztrófái akkor kezdődtek, amikor mindig külföldről behívtunk valakit. Valaki mindig a maga támogatottságára ezt megtette. És gondoljuk végig, hogy ebből mi soha nem jöttünk jó. És a vérünket szívták évszázadokon keresztül. És ha ezt folytatjuk, ugyanezeket ismételjük, akkor ennek nem lesz más kimenetele. Bennünk megvan az erő, de ahhoz a régi rendbe kell igazodnunk, és a mindennapjainkat ehhez kell igazítani. Ezért, ha megengeditek, utolsó gondolatként a Jótengrit küldetését felolvasnám nektek. A Jótengrit nem kér és nem vár el. Tisztán őrzi a hagyatékot, és továbbadja azt a jövő nemzedékeknek. Közelebb viszi az emberekhez a bölcseletet, szeretettel ismerteti meg az érdeklődőket az ősi tudással, vallástól, felekezettől, hovatartozástól függetlenül, ítélkezéstől mentesen. A Jótengrit segít felébreszteni a bennünk szunnyadó erőt, bölcsességet, és segít közelebb kerülni Istenhez. Feltárja azon összefüggéseket, melyek a felemelkedés útjára vezetnek, szabadságban, békességben, szeretetben. És amikor arról beszéltem, hogy nem a szisztéma mérvadó, amelyben az életünket rendezzük, hanem a lélek tisztasága, vagyis hogy mindegy, hogy milyen úton megyünk, csak tisztán haladjunk az utunkon, akkor az azért fontos, mert érthetővé válik, hogy mit értetek a tudók az alatt, hogy a bölcsnek mindegy, melyik szögre akasztja a subáját. Nem tehető egymás fölé mondjuk a védikus vagy a buddhista bölcselet, vagy az ősi magyar bölcselet. Vagy amit a Rudolf Steiner képviselt, vagy a jézusi tanítások, miért kéne egyiket a másik fölé helyezni? A tiszta eszenciájában mindegyik ugyanarról szól. Aki ezt tudja, bölcs, akinek mindegy, hogy melyik szögre akasztja a subáját. Én ezzel a gondolattal szeretnélek benneteket arra bíztatni, hogy gyertek el közénk, olvassátok el a könyveket. Nagyon szép rendezvényeink vannak, amiken ezekről beszélgetünk, nagyszerű előadókat hívunk. Nagy tisztelettel köszönöm a figyelmeteket, hogy ebben a nagy melegben itt a déli órán is eljöttetek és meghallgattátok, amit szerettem volna mondani. A rendezőknek a meghívást köszönöm, bárhol is legyenek, de majd személyesen is átadom nekik. Isten áldjon benneteket, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha bárkinek kérdése van, akkor igyekszem rá válaszolni. Köszönöm szépen! Pap Lajos professzor úr azt mondta, hogy egy perc néma csenddel köszönjünk meg egymásnak, taps helyett. Úgyhogy én egy perc néma csendet szeretnék kérni, de nagyon szépen köszönöm.